Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, itt a Mély Víz vendégét is köszöntöm, Bot Péter Ákost, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét, aminek most majd különös jelentősége lesz. Nem mindig mutatom be így a nézőknek, de pedig ez illenők, hogy azt hiszem ez a protokoll szerint az egykori legmagasabb. Nem tudom. Hát volt a teniszszövetség elnöke, a TIT ügyvezető elnöke, és hát kabinetminiszter szerintem az rangban nagyobb. De a társadalom előtti volt miniszter azért, abban nagyon sok van, és nagyon megoszlik a közönség véleménye. Nemzeti Bank elnök is megoszthatja a közvéleményt, de abban kevesebb van minőség. Jó, de most ugye mindenképpen fogunk erről beszélni, de hadd kezdjem azzal, hogy a beszélgetésünk időpontjában azt kellett tapasztalnom, hogy jelentősen romlott a forint. Fölment 6-7 forinttal, ami azért még ebben a szférában is soknak tűnik, nem? Hát én is nyomogattam, ugye most a Nemzeti Bank ma meghirdethetett délután egy olyan tendert, befogadja a pénzeket, ahol esetleg változtatott a kamatfeltételeken, nem tudom, tehát még nem jutottam odáig. Már tegnap volt egy kis izgalom a piacon, azt láttam, hogy gyengült a forint, és ma döntött az Európai Központi Bank egy kicsit emelt. Na most, hogyha nem emelt a Fed, de emelt az európai 3,5-re. Na most, hogyha az 3,5 fölmegy, akkor az a 13, 16, 17, 18, ami a Magyar Nemzeti Bank üzlete, akkor már hát így is nagyon nagy különbség, de talán ez is lehet. De ez is lehet, hogy izgalom van a piacon, tehát én nem merek tippelni ilyenkor, mert nem mozgatom a piacokat, nem veszek benne részt, de vannak politikai izgalmak. Például megjelent egy cikk, azt hiszem hétfőn, egy minisztertől, egy kabinetminisztertől, aki arról írogatott, hogy hát nem is kell annyira küzdeni az infláció ellen, meg kellene emelni majd az inflációs célt. Nagybátorról még majd külön akarom kérdezni. Igen, hát most akkor már elhangzott a neve. Na most ez azért, hogyha valaki arról morfondírozik, nem tett, hogy is mondjam, számszerű javaslatot, és nem is az ő dolga, hozzáteszem. Hát nem az ő dolga. Hát ugye akkor már belevágtunk egy kicsit, hogy én egyébként akkor vártam, akkor maradjunk egy picit, majd visszatérünk ugye a forinthoz, meg a Nemzeti Bankhoz, de én akkor, amikor Nagy Márton megszólalt, és inflációs várakozásokról beszélt, és azt mondta, hogy emelni kellene. Hogy miért nem gyengült akkor? Igen, hogy akkor azt gondoltam, hogy gyengülni fog, de meg se rezdült a piac. Hát ebből is látszik, hogy a politikusok beszélnek össze-vissza, és egy darabig még nem történik semmi, aztán utána történik. Tehát azért, ugye itt azért tudni kell, hogy azok a pénzek, amelyeket a Nemzeti Bank befogad, mondjuk 17%-on, de lehet, hogy most már csak 16, mire kimegyek, tehát most azért mondom, hogy most félretettem, az rövid távú, azok egynapos pénzek, egyhetes pénzek, nagyon rövid pénzek, és akkor itt, ha valaki meggondolja magát, hogy el akar menni, akkor legközelebb nem helyez be pénzt. Tehát nem üzlettel Magyarországon, és akkor csökken a forint iránti kereslet. Úgyhogy ez az árfolyam, ez olyan furcsa egyensúly, mert egyensúlyban van többé-kevésbé, 374 mondjuk, az még mindig tulajdonképpen messziről nézve viszonylag egyensúlyi, de ott van mögötte... Most nagyon... annyi volt 374, mert utoljára néztük, 376 volt. Hát most mondtam egyet, én nem néztem. Hát a tegnapit extrapoláltam. Ráadásul ugye ezt a nézők holnap fogják látni, tehát addig lehet, hogy másfajta mozgások lesznek. És ezt szeretek beszélni ilyen konkrét dolgokról, mert ugye mire megnézi valaki, addig már nem annyi. Na, és miért nem annyi? Tehát van egyfajta idegesség, izgágosság. Egyáltalán ez egy lebegő árfolyam, és hát tudni kell, hogy a lebegő árfolyam az lebeg. Hát ez egyik problémája a magyar monetáris rendszernek, hogy van egy kicsike valuta, amelyik mögött van egy nem túl jó nemzetközi pénzügyi megítélésű ország, állam, mert a mi besorolásunk az egy kicsit a bóvúli fölött van, egy vagy kettő fokozattal, hol melyik minősítőt veszünk. De még befektetésre ajánlott. Még nem bóvúli, igen, de nem túl messze. És akkor emiatt ez is a piacon van, hát egy használt autót is megvesznek, csak akkor az ára nem ugyanannyi, mint egy vadonatúj, aminek még szaga is olyan. Manapság olyan árul vannak a használt autók. Már megy lefele. Már megindult lefele. Igen. Most ez jó jel, vagy nem jó jel, ez egy másik téma, de ez majd egy szakembert kell megkérdezni. Na mindesetre, szóval izgalmak vannak a forint körül,
és ezeket ellensúlyozza a Nemzeti Bank magas kamattal. Csak ez a magas kamat, ez nagyon sokba kerül mindenkinek, nekünk is, a vállalatoknak is, az államnak is, és akkor a kormány egyik tagja mondhatja, hogy ő, neki ez nem tetszik. Csak az a baj, hogyha az álláspontja érvényre jutna és lemenne az a kamatszint, akkor kétséges, hogy azok az izgák, a pénzek, azok itt maradnának. Ha nem maradnak itt, akkor viszont az árfolyam nagyot esik. Ön itt hagyná a pénzét? Hát, ugye erre mit mondhat az ember? Ha hivatalban van, akkor mindig azt mondja, hogy tessék magyar állampapírt venni, meg forintot tartani. És hát magánemberként nekem is van portfólió, már csak azért is, mert nyaralásra is készülünk. És szóval nem adok befektetési tanácsot, és nem tárom fel az összes titkomat. A személyes büdzséjét nem titkomat. Viszont visszatérnék még mindig Nagy Mártonhoz. Mert a másik, ami engem megütött, és azt hittem, hogy általánosan erősebb lesz ennek a hatása, amikor arról beszélt, hogy hát nem is olyan fontos nekünk az Európai Uniós pénz, majd hozunk máshonnan. Jó, hát ez azért nem maradt a levegőben. Ez fecsegés, vagy mi? Nem maradt a levegőben, hát egyébek mellett, hogy más nem mondjak, én legalább három írás, amit elhelyeztem muszájból, mert ugye kérdik. Az egyik éppen a beszélgetés időpontjában fog talán megjelenni holnap, vagy valamikor. Ugyanis, hát ez nem igaz, tehát nem stimmel. Tehát nem jó szöveg. De tulajdonképpen, hogy a nézők értsék, úgy néz ki, hogy nem jön az uniós pénz. Vagy legalábbis nem jön az egész, de ha jön, akkor nem most, tehát gond van. És akkor nem azt mondja a felelős tényező, hogy hát gond van, ezért a költségvetést átszabjuk, gond van, ezért arrébb tolunk beruházásokat, gond van, ezért most van egy B-tervünk, meg egy C-tervünk, hanem azt mondja, hogy nem is kell. Sőt, még azt is mondja, ami egész komikus, hogy hát nem jönnek ezek a uniós pénzek, amiket elkölt az állam, mint tudjuk, ostoba módon költi el a pénzt. Valami ilyesmit mondott egy miniszter. Igen. Hát ezt mondhatja mondhatja délután a kocsma pult mellett, meg mondhatja ironikusan, meg igen, meg mondhatja egy civil, hogy az állam, de hát ez nagyon furcsa hangzott, de ez még a kisebb, és azt mondja, hogy majd jön a működőtőke, és az megoldja a helyzetet. Most a helyzet kettős probléma, egyik az, hogy van egy finanszírozási gond, az a pénz, amit az Unió ide szokott volt zúdítani, hát az elmúlt 15 évben két marsal segényi pénz jött ide. Az bement a Nemzeti Bank tartalékjából, ez még azt tartotta a forintot viszonylag stabilan, viszonylag, és még úgy is gyengült. Tehát képzeljük el, hogyha, és most azért megint csak mondom, hogy mitől izgálka valakit, például azért, mert nem tudja, hogy mi lesz ezekkel a pénzekkel. Szóval erre azt mondta, hogy nem baj, majd a külföldi működőtőke jön, és akkor már megjelent a szemünk előtt a N+1. Kínai akkumulátorgyár, és tényleg megírta az újság, hogy már ezen szorgoskodik valaki, ami azért nem stimmel, mert a kínai akkumulátorgyár, ha 3000 milliárd forint mondjuk, az nem azt jelenti, hogy ennyi pénzt Euróba idehoznak. Nem. Egy gépsort idehoznak. Tehát vasat, technológiát. De azzal nem lehet finanszírozni semmit, az nem pénz. Az látszólag a GDP-t növeli, de... A bejövő pénzáramlást papíron növeli, de ez egy bemondott adat. Ez nem egy számlán megjelenő pénz, hanem egy gépsor. Hozzáteszem, nem tudom, hogy 3000 milliárd-e. Azt nem tudom. Hát ők azt mondják, hogy annyit, de miután... ezt nem megveszik és eladják, nem befizetik, hanem befektetik, beépítik vasbetonnal. Ezt ugye megyek el Dunajváros felé hetente, és ott látom, hogyan épült fel egy ilyen gyár. Tehát lehet látni, beépítik vasbeton, akkor jönnek a szerkentyűk, akkor jönnek a szerelők. Tehát beépül egy halom pénz, az a növeli a magyarországi tőkeállomány, de az nem a mi pénzünk, hanem az a kínaiak pénze. A mi szempontunkból egy holtőke. Na most, vagy még csak annyi, az sem? Az tőkebeáramlás, de nem a miénk. Itt van, de nem a miénk. A GDP, amit a nézők sokan hallanak, az nem a magyar nemzeti jövedelem, hanem Magyarország területén megtermelt jövedelem. Tehát az más a területén, meg más ami az enyém. Hát az nem az enyém. Na, és akkor azért mondom, hogy,
hogy ezek a, tehát a közgazdasági érvelése nagyon gyenge, és miután hát ő képzett közgazdász, ezért az ember összevonja a szemöldökét, hogy miért mond olyat, amiről maga is tudja, hogy nem igaz. Tehát, de akkor miért mond ilyet? Összevonom a szemöldökömet, és nem tudom, hát ezt akarja hallani valaki, vagy... Nem, ez a legvalószínűbb, nem? Szóval azért nem, őszintén szóval nem tudom, és hát ez a része már nem közgazdaság, ez már olyan más. De jön, tehát amit mondott, az önmagában is butaság, hogy majd kiváltja a működőtőké az Európai Uniós pénzt? Nem stimmel, tehát a nekünk adott pénz az a mi pénzünk, amit az Unió ide ad, na, és ide. Tehát ebben van a fő különbség, amit igen, a másik nem a mi pénzünk, hát elég nagy különbség, hogy az a pénz az enyém, vagy nem az enyém. De az, hogy például hitelt fölveszünk külföldről, most, vagy... Ha nem jön az uniós hitel, és mert van olyan része, igen, és nem jön az uniós ingyen pénz, akkor, és kell a pénz, akkor kimegy a piac, és fölveszi. Na most ott pedig azt meg lehet csinálni, csak nem mindegy, hogy 3,5%-on, vagy 2%-on veszi föl valaki, vagy pedig 6,5%-en, 7%-on. Azt majd mi fogjuk megfizetni, adófizetők. Tehát az a része, az úgy működik, hogy el tud vegetálni, el tud működni a magyar állam, csak úgy, hogy megterheli a következő generációkat. Tehát ugye ez egyébként az Orbáni politikában benne van, és filozófiában, hogy engem nem érdekel, hogy ma, ez elég szomorú, hogy holnap milyen igen, baj lesz, ma ez elég a mát oldjam ez meg. Azért, pláne azért szomorú, hogyha valakinek ekkora hatalma van, ekkora hatalmat szerzett, és éveken óta itt ül, még az sincs, hogy hát van nekem 2-3-4 jó évem, és akkor az alatt majd azt csinálok, amit akkor utána hátrahagyom a problémát a következő csapatnak, mert eddig az elmúlt választásoknál saját magának hagyta hátra, és egyre nagyobb lett ez a típusú gond. Szóval én sok mindent nem értek, de hát ez már ilyen öregfiú elemzők talán láttak ilyesmiket, hogy a igen, politikusok hát hogy működnek. Annyi, hogy nem érti ezzel, csak annyit ért el, hogy a jobboldali kommunikátorok tollára került, mint az ilyen demens véremberek és egyebek. Minap olvastam egy hasonló igen, cikket, úgyhogy ez úgy könnyen átlépi ezeket? Ez is, nem jut el hozzám, köszönöm szépen. Nem azért van az adekvát, én az, hogy nem emlékszem rá. Hogy nem tudok olvasni, és pláne nem tudok kommenteket, bár van, aki időnként szól, de hát ha demens vénembert mondtak, hát kérem szépen, jó társaságba kerültem, én olyan református vagyok, de tudok egy olyan tiszteletre méltó embert, aki szintén ennek a klubnak a tankja. Meg ugye azt hiszem, Jeszenszky Gézát is valaki valamelyik politikus, a Deutsch Tomi, vagy ki öregezte meg, hogy megbutult. Hát én úgy láttam, hogy a Géza megokosodott, és bölcs lett, ahogy jól érett, mert ugye nem mindenki. Láttam olyan politikust, akinél nagyon nagy a színvonal, nívó zuhanás az idő múlásával, láttam ilyet. Most nem soroljuk fel őket. Nem soroljuk, mert kevés időnk, menjünk inkább olyan fontos témára. Hanem, hogy térjünk vissza a Nemzeti Bankhoz. Ugye az emberek ezt kevésbé értik, vagy érzékelik, de magát a hangzását, hogy 2000 milliárdos mínusza van a Nemzeti Banknak vesztesége, ezt talán fölfogják, és azt hiszik, hogy valami baj van, de okosabb közgazdászok azt mondják, hogy hát mindegy, egyrészt hozott az Orbán kormány olyan törvényt, ami szétaprózza, mert ugye a költségvetésből kellene visszafizetni ezt a veszteséget. És hogy most ez el van húzva 3 vagy 5 évre. 5 évre. Tehát, hogy nyugodtan. Tehát, hogy miből származik egyrészt ez a veszteség, komolyan meg kell-e ijedni attól, hogy az Nemzeti Banknak ilyen jelentős vesztesége van, miközben korábban profitábilis volt, tudom, hogy nem kell a banknak, Nemzeti Banknak profitot termelnie, és hát, hogy ez a költségvetés szempontjából az eljövendő időkben mit jelent? Szóval azért baj van, tehát gond van, ez nem egy ilyen kéménybe korommal felírt szám, mert ez tényleg gond, és itt a méret is számít, mint oly minden területen a méret is számít. Annyit csak, hogy a nemzeti bankok valóban nem olyan bank, mint egy kereskedelmi bank, nem köteles nyereségesnek lenni, de a vagyona azért ne vesszen el. És a vagyona ez nem túl nagy, ez a 10 milliárd forint összesen a jegyzett tőkéje az MNB-nek, de azért nem gond, mert ott áll mögötte az államkincstár, minden országban így van, és hogyha nyeresége van, ez a szokásos eset, akkor szépen
befizeti a tulajdonosnak. A tulajdonos az illető állam, az államot pedig képviseli az államkincstár. És hogyha vesztesége van, mégpedig azért például, mert jól végzi a munkáját, akkor azt megkapja az államkincstártól. Persze azért az egy kellemetlen dolog, amikor ki kell fizetni, és az kellemesebb dolog, amikor azt be kell seperni. Na most általában nyereséges, mert például kibocsátja a pénzt, 10.000 forintot, az kerül neki 120 forintba az előállítás. Tehát van egy ilyen normális pénz teremtési szenyorázs bevétele. Azon kívül van egy speciális, amire nem kell büszkének lenni, de előfordul, hogyha a devizatartalékja az kemény valutában van, dollárban, euróban, és a forint gyengülne, akkor ugyanez forintban, ez a devizatartalék forint nagysága nő. Hát mert a forint gyengébb. Na most itt történt az a fura trükk, hogy amikor ezt kimutatta nyereségként idézőjelben, szerintem erről beszéltünk már x évvel ezelőtt ennél az asztalnál, a Nemzeti Bank, akkor persze az emberek mondták, hogy persze, hát így gyengült a forint. Hát ezért az a 20-30 árfolyam nyereség képződött. Igen. Na de ez nem jó hír, hanem ez egy következmény annak, hogy a forint gyengült. A Nemzeti Bank úgy tett, mint az igazi nyereség lenne, és el fogja költeni. A magyar állam, és itt amit nem értek, megint nem értem. Tehát őszintén nem értem, nem értem. A magyar állam, annak a pénzügyminiszter úgy tett, mintha rendben lenne, hogy ez a papírnyereség, mert ez egy papíros nyereség, ez, hát a tartalék ott van, csak éppen forintban többet ér. Ha a forint visszaerősödne, akkor ez a tartalék forintban visszamenne. És hogyha Isten világos, kegyelméből jó, megerősödik a forint, mint a cseh korona, hát akkor a devizatartalék koronaértéke kicsit visszamenne. Na jó. Ezt elkezdték elkölteni, és ezt a magyar kormány ez volt az idő, amikor alapítványokat alapítványba kivitték, akkor hegedűt vettek rajta, zongorát vettek rajta, festményeket, egyébként nagyon szépeket. Mikor én ezt szóvá tettem, akkor egyik vezetőtől kaptam egy gyönyörű kötetet, amiben bemutatták, hogy milyen szép helyre is ment a pénz. Most ezzel nincsen semmi gondom, bár azt gondolom, hogy, és nem csak én, hanem az Európai Központi Bank is, hogyha a Nemzeti Banknál keletkezik ilyenfajta papírnyereség, azt ne ő költse el az állam helyett, oktatásra, kultúrára, költse el az állam, és számoljon be a parlamentnek, hogy mire költötte. Mert ugye akkor kifelügyeli ezt a fajta költést. Ez hát senki, mert ugye akkor volt az a vita, hogy elvesztette közpénz jellegét. Na most, a veszteség most visszanyerte a közpénz jellegét, mert ezt most ki kell fizetni. Most is a veszteség, miért van a veszteség? Hogy előbb beszéltünk arról néhány perc ezelőtt, hogy a Magyar Nemzeti Bank milyen irdatlan magasan kénytelen tartani azokat a kamatokat, amelyeket arra a pénzre fizet, amit befogad a bankoktól. Ezzel vonja ki a fölös pénzt, a túl sok pénzt, az inflációt okozó túl sok pénzt a piacról, és megfizeti ezt a kamatszintet. Na most ez egy kiadás. Miközben nyújtott a Nemzeti Bank is hitelt vállalkozóknak 2%-ért mondjuk. 10 évre. Ezelőtt x évvel. Hát azon nyilván veszt, tehát ezen az üzleten, hogy 2%-on nyújt, és ő meg 18%-on vesz fogad el betétet. Ezt nem nehéz kiszámolni, hogy 16%-ot bukik. Bukik. És hogy mint egy nagy üzembe csinálja, sokat bukik. Ha 2000, ez mondjuk engem meglep, de az annyira nem, mert tavaly volt már 400. De önmagában az egy helyes döntés volt, úgy tudom, hogy muszáj volt fölvinnie éppen az inflációs hatások. Na most, igen, most azt csinálja a Nemzeti Bank, amit ilyenkor tankönyv szerint kell, hogyha az infláció nagyon magas, akkor megpróbálja fékezni, és például azzal fékezi, hogy fölviszi. Részben azért, mert kicsit lassítja a gazdaságot, akkor persze a gazdasági szereplők ugye zajcsapnak jogosan. Lassítja az, hogy ki, ahogy az előbb mondta, hogy kivon egy csomó pénzt. Igen. Amit egyébként, hogyha nem fogadna be ilyen magasan, akkor a bankok esetleg kihelyeznének jobb kondíciókkal. Hát a saját kondíciók szerint. Már nem a 18%-nál jobb kondíciókkal, hanem egyébként, mint hogyha nem dolgoznak. A gazdaságba elbevinnék, és akkor a gazdaság pörögne, de a gazdaság túl van pörög. Na jó, azért bonyolult, mert a gazdaság nincs túl pörögve, hát recesszió van, de mutatja, hogy olyan betegséget szedett össze a magyar állam, aminek nem kellene lennie, tehát a össze nem illő tünetei vannak, és az egyik probléma magas a kamatszint, de egy szó mint száz vesztessége, ha nem jött a Nemzeti Banknak, és ezt nem kárpótolja az, hogy egyéb bevételi
tételeken pedig van nyeresége, ott van, de van egy nagyon nagy vesztesége, és a végeredmény mínusz. Most amíg az eddig felhamozott korábbi nyereségből futja, addig nincsen gond, akkor szépen azt felemészti. Na de az már elapadt valószínűleg, ezért kell most a kormánynak benyúlni a zsebébe, mármint a mi zsebünkbe, az adófizető zsebébe, és feltőkésíteni a bankot, most nem lehet megengedni, hogy mégis csak bank. A törvényi kötelezettsége is. Hát meg logikai is, hát van egy intézmény, hát tőké. De egyébként az lehetséges, hogy akkor, amikor a Fidesz megváltoztatta a törvényt, mert korábban úgy szólt a törvény, hogy a következő évben vissza kell pótolni. Igen. Most viszont ugye elnyújtva. Meglátták az összeget, és össze magukat, megijedtek tőle. És ezért most azt választották, hogy megváltoztatták, és széthúzzák 5 évre. Attól ugyanúgy vissza kell adni, csak ebben az évben, meg tehát a következő évben, azután évben, azután egy ötödet. Jó, de hogyha én most kérek öntő 100 000 forintot, akkor azt mondja, jó, adok 5 évre, és akkor azt esetleg látja, hogy 20 000 forintokat össze tud gyűjteni, mintha most kéne kitenni ezt a 100 000 forintot. De akkor is vissza kell adni. Tehát azért ugye ebben probléma... Jó, de probléma nem annyira nyomasztó érzést talán. Igen. Ha csak következő évben sincs, ugye ma akkor is van veszteség, mondjuk, akkor megint egy újabb tétel ugrik be, és azt is jelenti, hogy 5-6 év múlva még mindig fizetni kell az akkori adófizetőknek a tavalyi bajt. Tehát azért, ha az volt a kérdés, hogy gond-e ez, hát gond, és hogyha 2000 milliárd, akkor nagy gond. Ha ez most 22 milliárd lenne, akkor azt mondanám, ez egy fél stadion, vagy nem tudom mennyi, hogy mibe kell számolni manapság. Hát... az ugye akkor az egy Hódmezővásárhely 2, MB2-esnek a büdzséje, azt még kibírná a költségvetés. Szóval itt a méret is gond. A millió egy kérdésem lenne még, de kifutunk az idővel, ezért egy dolgot tudok már csak megkérdezni, így egy obligát kérdést. Mi lesz az Európai Uniós pénzekkel ön szerint? Hát ezt mi egymástól kérdezzük, és igazából nem tudjuk a választ, mert én se tudom, hát honnan tudnám. Hát azt lehet látni, hogy a magyar kormány most már belátta, hogy nem jön az év végéig. És ezért az év végéig? Az év végéig nem jön, igen, és azért is mondta nagy miniszter úr, ugye ezt a ominózus nyilatkozatát, hogy miután nem jönnek a pénzek, ezért mi most ezt meg ezt csináljuk. Tehát tulajdonképpen bemondta azt, én most őt komolyan veszem, nem tudom, hogy jól teszem-e, mert a Navracsics miniszter úr nem ezt mondja, ő azt mondja, hogy jó úton vagyunk. Hát őt is próbálom komolyan venni, csak összerakom a kettőt, és ott tartok, hogy nem lehet tudni. Hát ezért mondom, hogy közgazdászként én nem tudom, azt lehet látni, hogy a kiadásfaragások, meg ezek a kellemetlen adóemelések, mint például a megtakarításra kivetett pótadó, hiszen hát a bankbetétekre kivetettek az elmúlt hetekben egy 13%-os plusz terhet, ez azt mutatja, hogy nagyon kell a pénzt. Most muszáj, ugye utolsó kérdést mondtam, de mégis van egy utolsó kérdésem. Mondom, számos más lenne még megbeszélni való, ez az államkincstárba való terelés is, jó lenne, de majd legközelebb akkor beszélünk erről. Viszont az, hogy nagyon sokan mondják azt, hogy amennyiben nem lesz Európai Uniós pénz, és egyre többen jósolják azt, hogy nem, itt fél éven belül nagyon nagy gazdasági bajok lesznek. Az államkincstárnak nagyon kellene ez a pénz, és az a gondom is, amitől én félek igazából, nem csak az, hogy hiányzik az a pénz, ha nem jön, hanem hogyha elterjed az a hír, hogy nem jön, és most már ez faktumnak fogadják el, mondjuk a hitelminősítő intézmények, akkor azt mondjuk, hogy bocsánat, akkor más a dolog, ugye a magyarországi megítélés. Ugye arról beszéltünk, hogy a Bovli fölött 1,5-2 lép, csővel van Magyarország, hát alá is csúszhat. Na akkor még kellemetlen, mert akkor is lehet finanszírozni, csak még drágább. Még jobban megterheli a jövőnket. De államcsőtől nem kell félni? Hát félni általában nem kell, tartani sok mindentől lehet, de szerintem a beszélgetés pillanatában ennyi rossz hír elég volt most a nézőinknek, amit mi idehoztunk. Bot Péter Ákos, köszönöm szépen, hogy jutott. Akkor legközelebb igyekszem jó hírekkel kezdeni. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra!